Ha takarékoskodásról van szó, nem mehetünk el szó nélkül a vásárlói, a háztartási szokások mellett. Március 6-án a Nemzetközi Energia Takarékossági Világnap alkalmából ellátogattunk egy sátoraljaújhelyi üzletbe, ahol a valamennyi háztartásban megtalálható izzók vásárlási szokásairól tájékozottunk. Ma már az emberek döntő többsége az energiatakarékos fényforrások, tehát a ledes fényforrásokat vásárolja, kivéve az a nagyon kis szűk réteg, aki nem engedheti meg magának, hogy a 320 forint vagy a 750 forint közötti különbséget kit fizesse. A hagyományos izzók a áruk miatt vásárolják az energiatakarékos izzókat, a fényforrásokat, azért, mert egy hatod a teljesítményt fogyasztanak, mint a hagyományos jellegű fényforrások, élettartama lényegesen több, addig míg a halogénbetétes fényforrásokra nincsen garancia, addig a ledes fényforrásokra típustól függően 3-5 év garanciát adnak a gyártók. Tapasztalat, hogy a hagyományos izzók megszűnése sokaknak okozott tanástalanságot, akik megszokták az idáig fogyóeszköznek számító, olcsó, energiapazarló izzókat, amellyel ellentétben a LED inkább már beruházásnak tekinthető. Ezzel együtt a ráfordított összeg garantáltan többszörösen meg fog térülni. A technika folyamatos fejlődésével a kereskedelmi forgalomban már egyre modernebb és praktikusabb lámpatestek jelennek meg. Mai modern lámpatestekben nem ledes fényforrásokat alkalmaznak ma már a gyártók, hanem LED paneleket. Ezeknek a LED paneleknek az előnye, hogy az egész lámpatest teljes terjedelmében világít, illetve lehet változtatni a fényerőséget, lehet változtatni a színhőmérsékletet, az egész melegfehértől a hidegfehérig folyamatosan állítható. Ha pedig bármilyen probléma merülne fel a megvásárolt izzóval kapcsolatban, a doboz. Tehát meg kell őrizni a dobozát is, és hogyha nem visszaküldjük a gyártónak, ő, ha megállapítja, hogy nem törés, akkor cserélik. Híradónkkal egy időben, ezen a napon világszerte, így hazánkban is országszerte különféle érdekes programokkal igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét az egyre égetőbb jelentőséggel bíró energiatakarékosság fontosságára.